Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy én miket vásároltam a Glamour napokon. Ugye előtte néhány nappal a blogon csináltam egy ilyen kívánságlistát, ennek a linkjét majd beteszem a videó alá, ahol megmutattam, hogy miket tervezek beszerezni, és azt hiszem, hogy nagyjából sikerült is tartanom magam ehhez a listához. Semmit nem próbáltam még ki azok közül, amiket vettem, mégpedig azért nem, mert hogyha elviszem őket a fürdőszobába kipróbálni, akkor biztos, hogy valami ott marad és kimarad ebből a videóból, úgyhogy mindent szépen összegyűjtöttem egy helyre, hogy meg tudjam nektek mutatni. Időre és sorrendben fogom mutatni, hogy miket vettem, ugyanis én nem egy nagy, hosszú vásárló túrára mentem el, hanem így részletekre osztva apránként szereztem be a dolgokat. Szerdán volt egy nulladik nap a DM-ben, amikor is a kuponfüzet elején lévő DM-es kuponokat már be lehetett váltani, úgyhogy akkor én a DM-ben vettem egy ilyen pálmolív konyhai szappant. Ez elvileg ilyen citromos, és azt írják, hogy hatékony a hagyma, illetve fokhagymaszag ellen. Azért vettem ezt meg, mert hogy egy korábbi antikedvences videóban említettem, hogy nekem a balea konyhai szappan az valahogy nem jött be, nem igazán volt hatékony így a szagok semlegesítésében, és ott valaki ajánlotta ezt a pálmolív konyhai szappant, hogy neki nagyon bejött, és mivel volt rá kupon, én úgy döntöttem, hogy akkor ezt kipróbálom. Vettem még a DM-ben egy Nivea a zuhanyzás közbeni testápolót. Ezt a Q10-es bőrfeszesítő verziót még nem próbáltam, viszont más Nivea a zuhanyzás közbeni testápolókat már igen, és azokat nagyon szeretem, nagyon meg vagyok velük elégedve. És hát arra gondoltam, hogy ez a bőrfeszesítő verzió, ez jól jönne most nekem, így a nagy mozgás, meg alakformálás közepette, úgyhogy nagyon remélem, hogy be fog majd válni. Valaki egyébként azt írta, hogy neki a narancsbőre is nagyon hatékony volt. Vettem még a DM-ben egy Himalaya Herbals Sparkly White fogkrémet. Erről már többször beszéltem nektek, ez a kedvenc fehérítő fogkrémem, és mivel most is volt rá kupon, így vettem belőle egyet. Csütörtökön a Tesco-ba mentünk ki Lilivel, és ott igazából főleg neki vásároltam ilyen tavaszi gyerekruhákat, hiszen ugye volt egy 20%-os F&F kupon, és ez ráadásul ilyen végösszegi kupon volt, tehát akciós ruhákat is lehetett vele venni. Rengeteg ruhát vettem neki, úgyhogy ezeket most nem fogom megmutatni, már csak azért sem, mert az előző vlog videóban megmutattam. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor ide valahova be fogom linkelni, illetve a videó alatt is megtaláljátok ezt a vlogot. Az F&F Home részlegen vettem két iszonyatosan cuki bögrét. Az egyiken ilyen pitypangok vannak, másikon pedig ilyen kis ezüst és arany pöttyök. Ugye F&F Home kupon is volt, 20%-os kupon, úgyhogy a két bögrért körülbelül 900-valahány forintot fizettem. Szerintem iszonyatosan cukik, nekem nagyon tetszenek. Magamnak vettem még az F&F-ben két ilyen edzőtrikót. Nekem már van egy ilyen F&F-es edzőtrikóm, és nagyon szeretem. Az egyik az így néz ki, az van live vagy Let's Do This, és ilyen Y háta van. Ez teljes áron 1990 forint lett volna, illetve a másik az igazából ugyanez a fazon, csak más felirat van rajta, Wake Up and Be Awesome. Ez is teljes áron 1990 forint lett volna, úgyhogy ezeknek nagyon örülök. Most, ha jobban belegondolok, akkor talán pénteken nem is vettem semmit a Glamour napokon, viszont szombaton igen. Vettem az egyik gyógyszertárban egy ilyen Uriage Eau Thermale Barrier Sun 50-es napozókrémet, és ez egy fizikai fényvédő, alkalmazható gyerekeknél is, mert illatmentes. Lilinek vettem, és eredetileg nem ezt a naptejet akartam megvenni neki, hanem egy babé ilyen gyerekeknek való fényvédőt, de azt sajnos nem találtam, illetve aztán utána is olvastam, és inkább emellett döntöttem, körülbelül 5000 forint lett volna, de lejött ebből is 20%. Szombaton bementem még a Reserve-be is, edzőruhát vásároltam, egyrészt egy ilyen jó kis élénk ciklámen rövidnadrágot. Eredetileg nem ezt akartam megvenni, hanem egy olyat, ami hasonló fazon, tehát egy ilyen lengébb fazon, viszont van alatta egy ilyen passzos rész, hogy ugye ne lehessen belátni, de az egy kicsit furán állt valahogy rajtam, nem tudom, valahogy nem volt jó a fazonja, és nem igazán tetszett magamon, úgyhogy inkább emellett döntöttem, ennek ilyen bugyi rész van belül. Teljes áron 4495 forint lett volna, de ugye erre is volt 20%-os kupon. Vettem még egy ilyen sportmelltartót is. Ez egy MS méret, és ez teljes áron 3995 forint lett volna. Szombaton beugrottam még a DM-be, már nagyon régóta meg akartam venni a L'Oréal True Match púdert. Ez nem volt betervezve, hogy ezt most megveszem Glamour napokon, de már nagyon régóta eszemben volt, hogy megvegyem, és mindig elfelejtettem egyszerűen. Nekem egyébként az esküvőnkön ezt a púdert használták a sminkemhez, és tényleg szuper volt, úgyhogy nem is értem, hogy
azt, hogy hogy ment ki a fejemből mindig, hogy ezt a kódot megvegyem, és utolsó pillanatban kapcsoltam, hogy basszus, hát a DM-ben van 50%-os kupon, akkor most kéne megvenni. És az az óriási szerencsém van, hogy ebből a Rose Ivory árnyalatból egyetlen egy darab volt még, az összes többi ilyen baromi sötét szín volt, úgyhogy ezt gyorsan el is hoztam, ez teljes áron 4000 valahány száz forint lett volna, úgyhogy így az 50%-os kuponnal elég sokat sikerül spórolnom, és nagyon örülök, hogy végre eszembe jutott, hogy megvegyem. Van egyébként még egy ilyen kapuktojás glamournapi szerzeményem is, amit nem tudok sajnos megmutatni, mert hogy nem érkezett még meg, de majd beteszek róla valahova ide egy képet, ez pedig egy ilyen Crocs női szandál. És azért kapuk tojást, mert hogy elvileg ezt is a glamour napok keretében akartam beszerezni, ugyanis a Transit Shop webshopban volt rá egy 20%-os kupon, de a fekete színből már nem volt egy darab sem, a többi szín pedig nekem annyira nem tetszett, hogy direkt egy ilyen univerzális szint akartam, viszont megrendeltem egy másik weboldalról, ahol sajnos nem volt rá kupon, de hát úgy voltam vele, hogy akkor már megrendelem. Az elcipő weboldalról rendeltem egyébként meg, nagyon remélem, hogy eltaláltam a méretet és jó lesz rám, mert tényleg nagyon tetszik az a szandi. Végül, de nem utolsó sorban, szombaton elmentem a Mamutba is, 2 Clinique terméket vásároltam a Mamut Douglasben, illetve 2 ott a kis Clinique pultnál. Amit a Douglasben vettem, az egy ilyen set, amiben egyrészt van egy Clinique High Impact szempillaspirál, egy ilyen 7 ml-es, tehát egy ilyen picike szempillaspirál, ezen kívül egy Clinique All About Eyes szemkörnyékápoló, valamint egy Clinique szemfestéklemosó is. Azért tetszett meg igazából ez a set, mert hogy benne van ez a kis szemkörnyékápoló, amiről egészen jókat olvastam, meg hát ott van még mellett ez a másik két termék is, egyébként a szempillaspirált azt szintén nagyon sokan mondták, hogy szuper. Ez a kis hármas set, ez 6800 forintba került volna ugye teljes áron, de volt 20%-os Douglas kupon, ami ugye érvényes volt rá, úgyhogy ezt is kedvezményesen tudtam megvenni. Illetve a Douglasben vettem még egy Clinique Repairwear Anti-Gravity szemkrémet, krémán ilyen nagyon jókat olvastam róla, ez most erről is volt egyébként, hogy a Glamour napokon beszerzek egy jó kis szemkörnyékápolót, ami azért segít egyrészt ugye akár a sötétebb karigák eltüntetésében, a puffadság megszüntetésében, illetve akár a hát a ráncokkal is tud kezdeni valamit, bár tudom, hogy ami már ott van, azt már nem fogja eltüntetni, de hát ha valamit azért tud kezdeni velük. Még nem próbáltam ki, de nagyon-nagyon izgatott vagyok, és nagyon remélem, hogy nekem is be fog válni ez a krém. És végül az utolsó két szerzeményem, amiket a Clinique, hát ilyen stand, vagy nem is tudom minek nevezzem, egy ilyen kis, hát Clinique szaküzletnek mondják, de tulajdonképpen nem egy különálló üzlet, hanem egy ilyen kis pultot így a Mamutnak a közepén. Szóval ott vettem két Clinique smink terméket, most igazából így valahogy rákattantam a Clinique-re, hogy kipróbáljak tőlük néhány dolgot. Vettem egyrészt egy Clinique Cheek Pop pirosítót a 01-es Ginger Pop árnyalatban. Ez egy gyönyörű kis ilyen virágmintájú pirosító, még nem is nyúltam bele, de erről a pirosítóról elképesztően jókat olvastam és hallottam. Tényleg mindenki áradozik róla, hogy mennyire jó a textúrája, tartós, gyönyörű a finise. Egyébként amikor ott a boltban felkente az Eledó a kész fejemre, hát teljesen el voltam ájulva. Tehát hogy így annyira gyönyörű finise van, hogy úristen. Szóval ezt nagyon várom már, hogy kipróbálhassam. Illetve vettem még egy Clinique Chubby Stick Sculpting Highlight, Chubby Stick formátumú highlighter stick tulajdonképpen. Megmutatom nektek, hogy mennyire gyönyörű fénye van, remélem, hogy látszódni is fog belőle. Ó, igen, látszódik, hogy ne látszódna. Hát aminek ilyen gyönyörű fénye van, az látszódik. Rá vagyok kattanva a highlighterekre. Van krémes, van ilyen folyékonyabb, van ugye porállagú, de ilyen stick formátumú highlighterem még nincs, úgyhogy most itt az alkalom, hogy kipróbáljam, és nagyon izgatott vagyok, és hát ugye erre is volt 20% kedvezmény. Nos, ezek lettek volna az én glamour napos szerzeményeim, bízom benne, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg, hogy ti miket vettetek, vagy mi volt az a nagyon ilyen szuper zsákmány, aminek a leginkább örültök, illetve azt is, hogy ezek közül a termékek közül mi az, amire leginkább kíváncsiak vagytok, mi az, amiről leghamarabb írjak a blogon, bár szerintem biztos, hogy fel fognak tűnni itt-ott valamilyen formában, akár egy kedvences videóban, vagy tényleg egy blogbejegyzésben. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, sziasztok!